Az Ichi Ligetnél már a késő délelőtti órákban megkezdődött a Giro műsor, ajándéktárgyakat kaphattak az arra járók, és az önkéntesek is itt készültek az előttük álló nem kis feladatokra. Ők is a kerékpársport szerelmesei közül kerültek ki. Azért jelentkeztem, mert nagyon szeretem a kerékpársportot. Több éve követjük már a családommal, és ez egy nagyszerű lehetőség, azt gondolom, hogy lássam őket élőben elvonulni itt előttünk. És egy jó kis móka lesz majd, azt gondolom, a mai nap. Mi a feladatotok? Igazából a közönséget kell majd nekünk tájékoztatni, mikor fog elhaladni majd előttünk a mezőny, valamint, hogy milyen útszakaszon fogják tudni őket majd követni. A nézelődők között ott voltak a fehérvári kerékpársport nagy öregjei, a Szingó például saját készítésű Giro trikóba öltöztette tagjait. Ennek valóban története van, mert úgy volt, hogy 2 évvel ezelőtt már itt Magyarországra megy a Giro, és nekünk már évek óta az egyesület már megvan, talán már közel 20 éve, és akkor mindig egyen mezeket varratunk, és mindig más a dizájn, és erre ugye akkor szó volt róla, hogy a klub tagjai segítenek a Giroban, meg fennforgás. Sőt, akkor volt itt egy ilyen bemutató, Sászentmihály felé egy ilyen bemutató kis túra, és addigra már elkészítették a srácok, ezt dizájnoltak, nekem nincs hozzá közöm, csak én a régi Szingótak, nem én terveztem a mezt. És akkor ez a Giro-nak a rózsaszín színét beletették, hát most végre aktuális lett, úgyhogy most ki van az egész csapat szaraszét az utakon, nézzük a versenyt. A mezőny délben indult a budapesti Hősök teréről, és ahogy telt az idő, Fehérváron is egyre többen várták. Legyen szó a Lovasberény felől érkező bevezető részről, vagy a Berényi útról, sok százan gyűltek össze mindenhol. Az Ichi Ligetnél pedig igazi karneváli hangulat uralkodott már akkor, amikor a mezőny még be sem ért Fehér megyébe. A várható látvány azokat is vonzotta, akik tudták, nem fog sokáig tartani, amíg áthalad előttük a mezőny. Hatalmas nagy hajrára és nagyon nagy élményre számítok, egy maradandó élményt fogok adni nekem, és örülök, hogy itt látok. Én vagyok aki a lelke, a szíve ennek a Giro szeretetnek a családba, úgyhogy őt bevonzottam. Hát arra, hogy nem sok mindent fogok látni, mert irdatlan sebességgel haladnak el, de egy életre szóló élmény, az biztos. 4:30 körül tűnt fel a mezőny élén haladó két szökevény a város határában. Mattia Bajsz és Filippo Tajani hajtott végre szökést, előnyük ekkor 5 perc körül volt, vagyis Fehérváron végig ők haladtak a Zámoly felé áthaladó mezőny élén. Őket is nagy ováció fogadta, de az igazi látvány akkor következett, amikor megérkezett a 23 csapatot felvonultató forgatag. A mezőnyben 3 magyar, a tavaly a rózsaszín trikót is viselő Walter Attila, valamint Peák Barnabás és Fetter Erik is ott volt. Az óriási buzdítás közepette áttekerő Giro mezőny a Havrenek utcán haladt tovább Zámoly felé. A 195 kilométeres első szakasz célja a visegrádi várnál várta a kerekeseket. A következő 2 napban budapesti időfutam és Kaposvártól Balatonfüredig is várja egy magyar szakasz a Giro d'Italia mezőnyére.